Szombat, vasárnap, és hát határon innen, határon túlról szép számmal jöttek. Ma 20 csoport mutatkozott be, közülük többségük kért kóta népzenei minősítést, néhányan, négyen pedig indultak a Palucz gálán elérhető díjakért, nívódíj, különdíj, nagydíj és mindenféle egyéb. Nagy Palucz kalács. Itt van a kalács. Ja, bor mellett, igen, bocsánat. A bortól nem látom az erdőt, azaz a kalácsot. De lényeg az, hogy a szokásos kalács megvan, amit előszeretettel ugye vesznek át és zsonglőrködve. Kiérdemelten veszik a hónuk alá vagy a kezükbe azok, akik kezükbe vehetik. Nagyon fontos az, hogy ennyien énekelünk, zenélünk. Az, hogy a fiatalok is közöttünk vannak, bízom benne, hogy egyre többen, és veszik át azért ezt a fajta statétát. Parancsra nem lehet szeretni, tehát ha úgy tudunk zenélni, énekelni, hogy megszólítjuk az utánunk jövőket, akkor ők is énekelni, meg zenélni fognak, és úgy, mint ahogy mi mutatjuk nekik. Tehát ez a mi felelősségünk, vagy mondhatnám úgy is, hogy ne parancsot mondjak ebben sem, a mi lehetőségünk. Ha ezzel élünk, akkor biztosan lesznek követőink, folytatóink, mert eredetileg ugye nem tették kötelezővé azt, hogy valaki tanulni, énekelni, faragni, viseletet készíteni, vagy bármi más tudjon, hanem egyszerűen belenőtt ebbe a feladatba, a kultúrába, mert látta, fontosnak tartotta közvetlen környezetében. És amikor megkérdezünk gyűjtéskor, hogy hát honnan tetszett tanulni ezt a szép dalt, vagy a zenebonát egyebet, akkor sok esetben azt mondják az adatközlők, hogy hát úgy magamtól. Ami nem azt jelenti, hogy az önteltség lenne, hogy ő nem veszi tudomásul azt, hogy és nem tiszteleg azelőtt, akitől ő tanult, hanem nem tudatosodik benne a tanulás folyamata. Mert a szószoros értelmében nő bele, vagy nőtt bele ebbe a kultúrába. Mai környezetben, amikor azok a hagyományos közösségek zömmel már felbomlanak, és ez az idő természetes szava és rendje, nem azt jelenti, hogy ez a kultúra akkor csak kulturális önellátásban élhet, mint hogy mai körülmények között intézményesülve. Tehát legyen ez szakköri forma, népdalkör, egyesület, művészeti iskola, zeneiskola, most már zeneakadémia, sok helyütt ugye szerencsére egyre több helyen tanítják, odafigyelnek szakmásítva, és hát nagyon sokan csak saját maguk is közvetlen környezetük, vagy tágabb környezetük jókedvére zenélnek, énekelnek, fontosnak tartják, önmagukat gyógyítják, maguknak és a környezetüknek szereznek örömet. Remélhetőleg, ha tisztán is szépen énekelnek, meg zenélnek, mert a cél ez. A népzenei minősítőkön, fesztiválokon azért vállalkozunk arra többen, akik magunkon nagyon sok népdalt engedünk át, vagy engedtünk át, akár a zenéléstől, tanulástól, a gyűjtéstől, lejegyzésen keresztül, a tudományos elemzésig. Vállalkozunk arra, hogy megpróbáljuk helyettesíteni azt a közösséget, ami eredeti környezetben eldöntötte, hogy rendjében van az, amit éppen valaki mivel. Tehát ott is volt zsűri, el kell mondjam, hogy sokkal kíméletlenebbek voltak, mint mi. Tetszettek volna ott érkezni, megmondták volna, hogy hát ezt nem így szoktuk, sőt, még ami nem tetszett, ahhoz oda is vágják azt, amit éppen a kezében tart. Ami hát persze nem ilyen vad dolog, de azonnal döntenek ott helyben, ha valami nem tisztán éneklődik, vagy nem úgy, vagy túl gyorsan, vagy túl lassan, vagy más tekernek bele, mint ahogy szokták, akkor nem jelent. Fagyáló van még tegnapról benned, vagy bolond gombát tettél, ezt nem így szoktuk. Tehát helyére teszik. Vagy ha tetszik, akkor ugyanígy rögtön kinyilvánítják, hogy hát ez nagyon jó, és akkor visszük tovább. Ha a többség így gondolja, akkor születhet új variáns abból a népdalból, és a népzenére, a népdalra legjellegzetesebb motívum az, hogy változatokban él, mert nem rögzített formában terjed. Tehát amikor még általános iskolában, úgy emlékezem, 5. irodalomórán kellett tanulnunk azt, hogy a népdal szájról szájra terjed, ugye hát akkor arra kell gondolni, nem szó szerint kell tenni, egyesek szeretnék így is, de úgy kell lenni, hogy nem rögzített formában terjed. Tehát nem a szerzője fontos, nem a leírt változata fontos, ami nem azt jelenti, hogy bárki bárhogyan ronthat rajta, hanem azt jelenti, hogy a közösség ízlése szerint változik, de a közösségeknek az ízlése az változó, vagy eltérő, és akkor így mindig az adott közösséghez igazodva alakultak ki akár szövegváltozatok, akár dallamváltozatok. Hát kapásból, ha megkérdezném, hogy hány olyan dalt tudunk énekelni a palucföldi legjellegzetesebbektől kezdve, ami úgy kezdődik, hogy édesanyám rózsafája. Ugye? Édesanyám rózsafája, édesanyám rózsafája. És így tovább. Édesanyám rózsafája, menjünk már Dunántúlra. Tudom oda. Ugye? Tehát csak a dallamok változatát nézzük, ugyanaz a szövege és más a dallama, de ugyanez fordítva is igaz.
hogy ugyanazon dallam sokféle szövegváltozatot vagy témát hordoz. Debrecennek van egy része, Fehér László lovat lopott, folytathatnánk tovább, ugye a balladát is énekelnek ugyanarra a dallamra. Erdő nincsen zöldág nélkül, hogy a palóc változatot és elővegyük ebből. Tehát most amikor az a fajta közösség felbomlik, ezt úgy kell érteni, ugye, hogy hát már nem bekapcsoljuk este a tévét, szerkesztjük magunknak, ugye a 64 csatorna között zongorázunk, szörfölgetünk, önálló műsorokat, filmeket vágunk, mert egyikről a másikra villog az ember, és mindig akinek a távirányító a kezében van, az győz, mert ő nyomkodja, és akkor ott áll meg, ami neki tetszik. A brazil lónyás sorozattól, a foci meccstől, a esti mesétől, a butarajzfilmtől, az okos felvilágosító műsorig, szóval kiki ízlése szerint áll meg ott. És nem közösen adjuk a kultúrát, hanem passzív befogadóként fogadjuk legtöbbször. Hát ez viszont egy aktív kultúra, mert bárki részese vagy részese lehetett. Lehet ma is. Ezért nagyon jó az, hogy szinte minden településen a Kárpát-medencében a hagyományápolásnak ez a formája valamiképp él. A Magyar Kórusok, Zenekarok, Népzenei Együttesek Szövetsége, KÓTA országos népzenei minősítőjén 1347 minősült volt az elmúlt két évben, ugye ez a 16. ciklus, ami két évre terjedt, és most szeptembertől indult a 17. Csak viszonyítást mondok, hogy érezzük a számokat, a rendszerváltás előtti utolsó minősülők száma 650 környéke volt. 89-ről, 90-ről van szó. Majd 90 után közvetlenül lecsökkent ilyen 235-re-6-ra, mert hogy a TS-ek, az AFÉS-ek, a fenntartók, a jellegzetes vidéki fenntartók megszűntek, vagy átalakultak, vagy bizonytalanok voltak, nem tudták, hogy még mennyit privatizálhatnak, és úszni is meg kell tanulni, így vagy csak így lehet csinálni, tehát az átalakulások tekintetében. És szép fokozatosan emelkezett ez a szám. Nem feltétlen csak azért, de tisztelegünk azok előtt is, akik támogatják ezt a kultúrát, mecénásként, támogatóként, hanem azért is, mert az emberek fontosnak tartják. Saját magunk, a miénk, és nem véletlenül mondtam, hogy magunkat gyógyítjuk ezzel. Nagyon kevés a közösségi alkalom, ahol az unoka és a nagypapa, a szülő, a nagynéni, a tűzépes, a tanítóbácsi, az orvos, a portás, a nyugdíjas bányász együtt tud lenni funkcióban, úgyhogy jól érzik egymást meg magukat is. A népdalköri, citerazenekari, vegyes hangszeres, táncos és sok mindenféle más mozgalmak ezek közé tartoznak. Tehát spontán funkcióval bíró közösségi mozgalom, amely a saját tudatot is, a saját hagyományhoz való ragaszkodást, tehát egyfajta identitás kapocs szereppel is bír. Azon túl természetesen kinek-kinek a saját jókedvét, a hasznos időtöltését szolgálja, és szolgálja azt is, hogy kiki meg tudja mutatni, hogy hol focizik. A helyi Luftékában, vagy az NB2-ben, vagy a BASZ 3-ban, vagy az NB1-ben. Na most ehhez van a zsűrinek, meg a KÓTÁ-nak is ez a minősítési sorozata, amely ugye nagyon régre nyúlik vissza, a KÓTÁ 1970-ben jött létre, és a népzenei minősítéseket, erről Gerzsany és Magdolna tudna mondani Vas Lajossal annak idején. A Vas Lajos egyébként a KÓTÁ elnökségének és művészeti bizottságának tagja, hosszan vezetője is volt. Tehát, hogy ez a mozgalom hogyan is alakult ki, amikor hivatásosan, vagy nem hivatásosan, de mindenképp színpadra állva, mások előtt produkálva, bár nem csak magunknak saját kulturális önellátásban, hanem mások jó kedvére, és természetesen saját magunk igazolására is. Mert hogy aranyat, ezüstöt, bronzot, kiválót, dicséretest, megfeleltet, a legeslegjobb a aranypálya minősítési fokozatot, és akik ezt elérik, ők mehetnek az Országos Népzenei Gála KÓTÁ minősítőre, ahol aranypálya nagy díjat, meg külön díjat kaphatnak. És ezt ugye nyugodtan mutathatjuk és tehetjük ki, mert ez azt mutatja, hogy a szakma, azok, akik mi erre vállalkozunk, hogy megpróbáljuk bemérni és a közösséget, amit említettem, helyettesíteni, meg a mai 21. századi színpadi követelményeket is figyelembe véve, mert azért, ha valaki színpadra áll, a törvény nem ismerete itt sem mentesít. A nem tudás, ugye? Tehát az működik. Tehát, hogyha valaki fél oldalra áll a színpadon, akkor az ember már végül így nézi, vagy az, hogy diffúz tekintettel néz, és hát ezer más dolog van, nem tud róla, de elvonja a figyelmet arról, amit én mondani szeretnék. Tehát nagyon sok apró kis tudománya, vagy trükkje, vagy lépése van annak, hogy mitől lesz jó egy produkció. És hát az a legjobb, persze az ember spontán tudja, és úgy áll ki, és magával ragad mindenkit. De hát ettől kezdve aztán minden válfaj előhozható, tetten érhető. Általánosságban csak annyit is be is fejezem, mert beszélni szeretek, meg sokan tudom, de ebéd után az csak azért, hogy nehogy elaludjanak. De gyorsan, és menni kell hosszan, haza tudom. Tehát
Fontos az, hogy azon minősítési fokozatok egyfajta következetesség alapján kerülnek kiosztásra, és hát örömmel jelentem, hogy a mai palócgálán mind a 20, illetve azok, akik a 20 közül minősítést kértek, mindenki minősítési fokozatot kapott, ami nem automatizmus, tehát azért ezt tudjuk, hogy ahhoz már valamilyen minőséget el kell tudni érni. És én kérek mindenkit, hogy szeretettel, odaadással, mert tudom, hogy rengeteg idő, munka, energia, jókedv, bosszankodás, vízhólyag vagy bőrkeményedés, meg kinek mire jut, vagy hangszalagjúra, de itt is egy-két hangon a rekedtséget is lehetett érezni, hát előtt edzőtábor volt, gondolom, vagy legalábbis keményebb próbákat tartottak. Most volt a közelmúltban Sükösdön az együttes 40 éves évfordulója, és Orsvai Imrével voltunk ott, és Cseh Béla, aki a csoport vezetője, a csoport tagok közül fölvetve kiszámolták, hogy 40 év alatt mennyi időt töltöttek a népdallal a nemzetével. Hát meg fogunk döbbenni, több mint egy évet. Tehát, hogyha a próbákra fordított órák számát, a rákészülést, azokat a közösségi alkalmakat, hogy mondjuk akkor Váraszóról, Nyíregyházáról, nem tudom honnan, Mátra-Derecskéről elutazunk Egerbe, és hazamegyünk, meg itt töltjük az időt, ami nem azt jelenti, hogy végig folyamatosan zenélünk és énekelünk, de ezzel a tevékenységhez kötődően mozgunk együtt. Amikor a pályázatokat írják ki, a jeles